Üstben rotyog a székely káposzta az aparhanti falunapon. Idén tétje is volt a főzésnek, ugyanis az elkészült ételekkel nevezni lehetett a főzőversenyre. De nem csak ezt értékelte a zsűri, hanem a legegyedibb csapatot és a standokat is, ahol a baráti társaságok letelepedtek. A legszebben és legkreatívabban berendezett sátor készítői jutalomban részesültek. Mi az aparhanti fakanálforgató csapat vagyunk, egy baráti társaságból állt össze, olyan 16-17-en vagyunk körülbelül, és berendeztünk egy székelyszobát, aminek a stylist-a Marika volt. Gyökereim is székelyek részben, mert van sváb leszármazottam is, de viszont ezt őrzöm a szüleimtől, amit lehet, és nagyon sokat összeszedtünk, sajnos volt, amit kézzel körömmel kellett, hogy megtaláljuk egy merőkanalat. Föl voltunk akadva, mert egyszerűen régi zománcos merőkanál már nem igen található. A papa az este fölment a padlást, és ott még egyet talál. Hát nagyon örülök, mert úgy érzem, hogy tényleg amit lehetett, összeszedtünk, hogy azért illusztrálja azt, hogy mi székelyek vagyunk. Van kertésztából túrós, mákos, diós kalács, azt a nővérem csinálta, akkor az Ágika csinált fánkot, az is szintén keltésztából van. Ami régi, kimondottan hagyomány, ilyen nagyobb ünnepkor, a keltészta, a fánk, ez mindig az asztalra került, és hát most mi is kiálltunk vele, hogy a nővérem ezt csinálta, a másik a fánkot csinálta, mi a húst vettük, itt készültünk már reggel 5 órakor föl, keltünk, hogy helyünk legyen, meg a székelyszobát a Marikával, megcsináljuk, ő ötlete volt, az a férfi ruha az övé, a másik ruha az enyém a személyes, azt én szoktam is hordani, hogyha valami olyan ünnep van. A falunap ide vonzotta a környező településekről is a kikapcsolódni vágyokat, sőt a bátrabbak beneveztek a főzőversenyre is. Összesen 12 társaság ragadott fakanalat, bízva benne, hogy övék lesz a dicsőség. Görmös csülkös pörkölt, csülök pörkölt, tehát igazándiból körömmel, meg lapockával, ilyen vegyes pörkölt. Igen, hát meg a társasággal. Nagy nyáráról jöttünk, és 15 fő elérkeztünk. Így a baráti társaság innen Aparhantról hívtak minket, hogy jöjjünk, és főzzünk is egyet. Sokszínű programok várták az érdeklődőket, a szervezők törekedtek arra, hogy a kicsiknek és a nagyoknak is egyaránt legyen kedvükre való szórakozás. 2 órától indulnak a programok, először gyermekműsorok, aztán a Német Nemzetiségi Önkormányzat 1 órája következik kulturális programokkal, azt követően egy koncert lesz az SND a Sárközi Duóval, akik Aparhanton élnek és most épül a karrierjük, majd Vastag Tamás lesz a fellépő 6 órától, este pedig bázárja a program. Várjuk a település apraja nagyját, meg a környező településekről is a lakosságot, úgyhogy bízunk benne, hogy nagy népszerűségnek örvend majd az esemény itt nálunk. Most nagyon örülünk, hogy ismét meg tudtuk rendezni, és azt gondolom, hogy nagyon hálásnak kell lennünk ezért. Augusztusban készülünk, augusztus 12-én vasárnap a nemzetiségi nappal, ott is a nemzetiségi önkormányzatokkal közösen egy nemzetiségi napot tartunk, az a Szent Bertalan templomba kerül megrendezésre, abban is bízunk, hogy azt is sokan fogják látogatni.